Egy új gyógyszer sikeresen lassította az Alzheimer-kor előrehaladását a klinikai tesztek során. A kutatók még nem tudják, milyen hatással lesz a betegek életminőségére a gyógyszer, viszont a felfedezés mindenképpen komoly áttörést jelenthet az agyat megtámadó betegség gyógyításában. A klinikai tesztek eredményei azt mutatták, hogy a lecanemab lassította a betegség előrehaladását. Úgy gondoljuk, hogy ez reményt adhat a betegeknek, és lendületet biztosíthat a további Alzheimer-rel kapcsolatos kutatásoknak, mondta ez az orvos. A kutatásban 1800 korai stádiumban lévő Alzheimer-kóros beteg vett részt. A gyógyszer átlagosan 5 hónappal késleltette náluk a betegség előrehaladását. Azt értjük, hogy ez nem egy gyógymód, viszont meg akarjuk azt is érteni, hogyan tudja mégis lassítani az Alzheimer-t. Ez a legfontosabb számunkra, mondta az Alzheimer Szövetség képviselője. A világon jelenleg több mint 50 millió ember él Alzheimer-kórral. A betegek a diagnózis után átlagosan 4-8 év múlva halnak meg, de páran akár 20 évig is elérhetnek a betegséggel.